Majd én megvédelek Balasdugó. Én vagyok Saci, a katona. Ugye milyen jó a kókuszsisakom? Szerintem is nagyon klafa. Nézzétek! Ha-ha, majd én megvédem. Jaj. Hát ez nekem nem megy. Szia, Saci! Ó, te meg mit csinálsz? Ó, szevasz, cucuka. Csak játszogatok. Hát azt látom. Hát tudod, én próbáltam volna játszani, de nem sikerült. De viszont én mondok neked valamit. Azon gondolkodtam, hogy mi lenne akkor, hogyha te őriznél valamit a való életben, és azt ellopnák. Hát ezt egy sustörténet segítségével egész könnyen kisderíthetjük. Szeretnéd hallani? Hát még szép! Jó, vágjunk bele! Az úgy volt, hogy volt egyszer egy cica. És neki volt egy szép aranyalmája. És ezt az aranyalmát őrizgette, amióta csak megvolt neki. Ám egyszer elaludt. Itt pihent az erdő szélén, és arra járt egy tolvajcica. Itt egy aranyalma. És az őrzője alszik. Vajon mit jelent ez? És ellopta az aranyalmát. Aztán miután a cica felkelt, de jót aludtam. Várjunk csak. Hol az alma? Hol az alma? Jaj, ne valaki ellopta. Jaj, most mit fogok kezdeni? Jaj, annyi ideig kerestem ezt az a nyavorult almát, erre meg valaki ellopja? Hát ezt érdemlem én. És ezt meghallotta a sus. Szia! Hello, sus. Mit történt? Mi a baj? Ellopták az aranyalmámat. Az aranyalmádat? Igen, volt nekem itt egy aranyalmám a bokorba, de most már nincs ott, mert elaludtam, és valaki ellopta. Ennye-bennye. Tudod mit? Megkeresem. Jó, köszi szépen. És sus el is indult a falu irányába. Ment is a tolvaj a faluba, de sus már várta. Felállított neki egy kis csapdát. Enyém az aranyalma, enyém az aranya. Megvagy. Jaj. Na, ezt most mire végem? Cicus. Jaj, sus. Ne már. Jaj. Elloptad az almát. Magyarázatot kérek. Jaj, csak hát láttam, hogy elaludt az őrző cica, és nekem meg ez kellett. Hát jó tudod, hogy ez egy varázsalma, de nem lophatod el. Először meg kell kérdezni a tulajdonosát, hogy használhatod-e. Jól van, cicuska, most aztán maradj itt, de legközelebb, ha a közelébe is mérsz menni annak az almának, én nem tudom, mit csinálok veled, de annak nem fogsz örülni. Jól van, belátom, hogy hülyéskedtem. Már egyszer rajta kaptalak, emlékszel, amikor elloptad Rákincó pénzét? Igen. És megígérted, hogy nem leszel többet tolvaj. Hát, megszegted. Mert buta vagyok. Ha legközelebb is rajta kaplak, hogy lopsz, hát akkor kiküldelek az űrbe. Jaj, csak oda ne. Mondjuk a holdraszállás az menő lenne. Szeretnéd? Nem, egyáltalán nem. Jól van. Akkor én most ezt az almát visszaviszem a jogos tulajdonosához, te meg szépen addig itt maradsz. És nem fogsz több rosszat csinálni, igaz? Igaz. Na jól van. Azzal sus vissza is vitte az almát a jogos tulajdonosának. Amint sus visszaért az erdőbe, a cica már rég ott volt. Mert mondjuk el sem ment, de azt... szia, cica! Az almám! Tessék, visszaszereztem a tolvajtól. Jaj, köszönöm szépen! Nagyon szívesen, legközelebb is segítek, ha kell. És mit csináltál azzal a cicával? Megfenyegettem, ha legközelebb bármi rosszat csinál, akár veled, akár mással, én kiküldöm az űrbe, ahogy már egyszer gonosz sussal is megtettem. Hát jó, rendben. Köszi szépen, sus! Nagyon szívesen. Szia! Szia, sus! És most visszateszem a helyére, és most már több kávét fogok inni, hogy nehogy még egyszer elaludjak.
És a történetnek vége is van. Nos, Saci, hogy tetszett a történet? Hú, hát ez nagyon érdekes volt. Köszi, Cucuka, hogy elmesélted. Nagyon szívesen, legközelebb is mesélek majd neked. Tudod, mi volt benne a legjobb? Az, ahogy megfenyegette a cicát, és átesett a pallón. Ihaj, ez de jó volt. És tényleg, hogyha valaki ellopná a boros dugót, aki nem is értékes, azt kiküldené valaki az űrbe? Hát, biztos, hogy nem. Ez csak egy kis ugratás volt, amit Sús mesélt nekem. Te ismered Súst? Hát persze, hogy ismerem. Na jól van, sziasztok!